Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Krausz Sándor Istváni, az Újbudai Idősek Háza intézményvezetője van itt velünk. Jó napot kívánok! És ahogy azt hiszem, hogy sok otthonban, háztartásban végig kell gondolni, hogy a következő hónapokat hogyan húzzák ki, hogyan tudnak gazdálkodni, kell-e spórolni valahol, ha kell, akkor hogyan. Felteszem, ez egy nagyobb intézményben is így van, ráadásul hát ez nem is olyan egyszerű, mert annyiféle szempont van, a bevételek is teljesen mások, nyilván a kiadások szerkezete is, tehát már eljutottak-e odáig, mert hát egy csomó bizonytalansági tényező van, hogy végig gondolják, hogy kell-e, vagy mihez kell hozzányúlni. Költségvetés szerint dolgozunk, ugye testületi döntés alapján elfogadott költségvetéssel. Intézményünk nem egy önállóan gazdálkodó létesítmény, hanem a GAMES segíti nekünk ebben a munkánkat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, látva itt a COVID-helyzetet is, már lassan hozzászokunk arra, hogy a költségvetésünket mindig módosítanunk kell, illetve figyelnünk kell, hogy mire mit tudunk költeni. Azt azért szeretném mondani, hogy az áremelkedések természetesen elérték az intézményünket is. Ellátottjaink viszont ebből nem igazán vehetnek észre semmit, hiszen a megállapodásban rögzített, a szociális törvényben előírt ellátásokat nekünk maximálisan biztosítanunk kell az ő részükre. Ezek a szabályok nagyon szigorúak? Tehát nem lehet azt mondani, hogy eddig ekkora adag krumpli főzeléket adtak, most ezentúl ekkorát adunk, hogy valami nagyon primitív példát mondja. Hát ezek szigorúan szabályozottak életkornak, diétának megfelelően, azért ezeket meghatározza a jogszabály. De nem mondhatom azt, hogy nem biztosítok napi többszöri étkezést az ellátottaknak, vagy ezt saját maguknak kell megoldaniuk, hiszen ezt az intézménynek egy kötelező feladata biztosítani. Nem tudom, hogy marad-e olyan játéktér, hogy olcsóbb beszerzési forrást keresni, olcsóbb alapanyagot, ha létezik egy csomó ilyenben még ilyen. Nem annyira diétás, szóval, hogy mekkora mozgástér van ott, vagy az úgy nagyjából annyi, amennyi. Intézményünk vásárolszolgáltatással oldja meg az élelmezését az ellátottaknak. Ugye itt a fenntartó köt egy szerződést a szolgáltatóval. Az idei évben is, mondjuk most az elmúlt időszakban a 20%-os élelmezési nyersanyag norma emelkedés sem érinti jelenleg az ellátottakat, hiszen év végéig a fenntartó ennek a díjkülönbözetnek a finanszírozását átvállalta. Diétában nem tudunk változtatni, hiszen azt orvosi előírás alapján kell nekünk a lakóknak biztosítani. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal több az anyagköltség, de ezt nem kell a lakóknak kifizetni, mert ezt az önkormányzat beteszi egyelőre ezt a Igen, pénzt. Jelenleg a térítési díjban ez az emelkedés nem jelenik meg. Akkor az élelmezéssel nem nagyon lehet játszani már anyagi értelemben, hogy itt spórolunk, vagy fogjunk valamit, az annyi amennyi. De mondjuk lehet, hogy a 60-as villanykörte helyett 40-es se csavarnak be. Igen, de hát a villanyfogyasztásunkat már évek óta próbáljuk csökkenteni olyan módszerrel, hogy a közösségi terekben, a lakrészekben, felújítások során a ledes fényforrásokra cseréljük ki ezeket a forrásokat. Nem tudom, mi van még, ami mosógép, vagy frigider, vagy mik, amik még sokat fogyasztanak. A hűtőgépcsere programunk az évek óta folyamatosan van, itt is az energiatakarékos berendezéseket vásároljuk, és folyamatosan cseréljük le. Ugyanígy van természetesen a mosógépekkel, szárítógépekkel, és egyéb olyan eszközeinkkel, amelyek áramfogyasztás. Persze azt szokták mondani, hogy a takarékossága a gazdagok kiváltsága, mert legalábbis az elején be kell tenni pénzt ahhoz, hogy korszerűbb, hatékonyabb eszközöket vegyenek. Tehát az is főleg eleinte sokba kerül. Hát a stratégiai tervet azért mindig felállítunk, ahol prioritásokat állítunk fel azért, hogy ezeket a spórolásokat, megszorításokat minél hatékonyabban tudjuk bevezetni intézményünkben. Itt szorosan együttműködünk a fenntartóval és a GAMES-szal, hogy azt nézzük meg, hogy milyen energia, takarékossági beruházásokat lehet itt az elkövetkező időszakban is megvalósítani az intézményünkbe. Teszem
amit a tetőfelújítás, házszigetelés, vagy amit az előbb is említettünk itt az elektromos hálózatnak a felújításával. Természetesen ezek mind forrást igényelő folyamatok, és hát azt is figyelembe kell vennünk, hogy a fenntartónak nem csak ez az egy intézménye van, hanem ez intézmény hálózattal rendelkezik a kerületben, tehát a fenntartónak is kell egy prioritást felállítania. Amit intézményen belül már meg tudunk tenni, hogy mind az ellátottak, mind a munkavállalókkal történik különböző beszélgetések, fórumok keretében, ahol felvilágosítjuk őket, és tanácsokat tudunk szolgáltatni, hogy mik azok a lépések, amivel ők is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy minél kevesebb áramot tudjunk fogyasztani. Például, ha kimennek a lakrészből, akkor a villanyt kapcsolják le maguk után. Ugye idős embereknél ezt itt a gondozóknak a segítségét is szoktuk kérni, hogy nézzék. Ugye van itt egy nyilván gyógyszerek, egészségügyi segédeszközök, egy csomó olyan dolognak nőtt az ára az elmúlt hónapokban, években, és még ország fog is, amelyekből nyilván itt sok szükséges. Igen, a lakóink az életkorukból adódóan azért elég sok gyógyszert fogyasztanak. Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amelyeket a jogszabály értelmében, mint alaplistás gyógyszerkészítményeket az intézménynek kell biztosítani, illetve vannak az egyéni gyógyszerek, amelyeket az ellátottak saját maguknak kell, hogy finanszírozzanak. Az intézmény orvosával havonta felmérjük és ellenőrizzük a gyógyszeráraknak a változását, és amennyiben lehetséges, akkor a csoport azonos gyógyszereket megvizsgáljuk, hogy mi az, ami olcsóbb, és akkor, ha lehetséges, akkor cseréljük ezeket a készítményeket, hogy ezzel is járuljunk a lakóinknak a kevesebb kiadásához. Illetve az elmúlt időszakban a gyógyászati segédeszközök terén ugye lehetett hallani az inkontinencia termékeknél, hogy elvonódott a támogatás. Ez bennünket is érintett, hiszen egy olyan terméket használtak a lakóink hosszú évek óta, amely pont ebbe a körbe tartozott. Itt is próbáltuk megtalálni intézményi szinten azt a terméket, ami mind árban, mind minőségben megközelíti az eddig megszokott termékünket, hogy ezzel is tudjuk segíteni a lakóinknak a megtakarítását. Ugye itt, ha jól tudom, akkor úgy van, hogy a lakók befizetnek egy bizonyos térítési díjat, és aztán a nyugdíjukból, ami megmarad, szabadon gazdálkodhatnak. Tehát vásárolhat, bármit csinálhat vele. Nyilván sokakkal beszélget, hogy mennyire érzik a saját bőrükön a lakók, hogy nőnek, miként nőnek az árak. Intézményi szinten nem érinti őket, hiszen ebben az évben nem volt, és az idejében nem is tervez térítési díjemelést a fenntartó. Természetesen szabadon jönnek, mennek, hiszen egy nyílt intézmény vagyunk, így ők is látják ezeket az áremelkedéseket. Szomorúsággal tölti el őket, de azok a lakóink, akik viszont nem hagyják el az intézményt, ők ezt nem érzékelik. Mert hogy az ellátásuk azért itt intézményen belül, az maximálisan a régebbi színvonalon továbbra is folyamatos. Nyilván nehéz a jövőbe látni, az a legnehezebb, hogy meddig lehet feszíteni még ezt a húrt. Mert azt mondja, hogy most még semmit nem lehet észrevenni, aki itt van, ugye kifizeti a önkormányzat az élelmiszertérítési díjnövelet és a többi. De hát úgy tűnik, hogy az áremelkedéseknek még nincs vége. Ez valóban így van, és ezt nagyon-nagyon nehéz felmérni. Szerintem kevés ember van, aki ezt a mai világban fel tudja mérni, hogy mi vár ránk majd a nagy jövőben. Ezért van az, hogy minél jobban terveznünk kell. Ugye itt csak azt tudom mondani, hogy a fenntartó és a GAMES segítségével a költségvetésünket, ahogy eddig is, szigorúan nyomon követjük, havonta egy nyomvonalon keresztül a kiadásunkat állandóan ellenőrizzük, és minden egyes beszerzésnél árajánlatokat kérünk be,
hogy a leggazdaságosabban tudjunk gazdálkodni. De mint mondtam, azokat az elemeket, amiket előírnak számunkra, azt továbbra is biztosítanunk kell. Szóval nem kell itt tartani a lakóknak attól, hogy télen majd 18 fok lesz a szobájukban vagy a közösségi terekben? Erről biztos, hogy nem kell tartaniuk, hiszen még a jogszabály meg sem jelent, hogy a bentlakásos idős otthonokra nem vonatkozik ez a 18 fokos hőmérsékletnek a tartása. Már a polgármesteri vezetés megnyugtatott bennünket, hogy a szociális intézményekben a fűtést biztosítani fogják az ellátottak részére. Az egyébként szokták mondani, hogy az idősek azért, mert errefelé elég nehéz történelmi időket kellett átélni, már sok mindenhez hozzászokva vannak. Tehát, hogy nem, már láttak szénszünetet esetleg az életükben, vagy egyéb ilyen dolgokat, ami nyilván nem egy nagy öröm, csak van talán valami nagyobb rutinjuk abban, vagy megértésük sokszor, hogyha nehezebb körülmények vannak. Szerintem az ellátottak, mivel a családdal tartják szorosan a kapcsolatot, ezért nagyon jól informálódnak a világgazdaságban megjelenő problémákkal, így azért ők is megértőek, sőt, azt tudom mondani, hogy sokszor ők várnak bennünket, vagy próbálnak tanácsot adni nekünk, hogy mi az, amivel tudnánk spórolni. Kössünk, nem tudom én mit, hálósapkát magunknak, és akkor este nem fázik a fülünk. Nem, hát azért a megfelelő hőfokot nekünk biztosítani kell, ugyanaz a korosztály 87 év felett van az átlag életkor az intézményünkben. Azért nagyon sok keringési megbetegedéssel küszködő lakónk van. Számukra muszáj, hogy az a komfortérzet az továbbra is meglegyen. Szóval azt mondja, hogy az a sok minden, amiben ehhez képest a külvilágban élők tartanak, itt azért ezeknek a nagy részétől a lakóknak legalábbis nem kell tartania. Én azt gondolom, hogy nem. Köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.